A Bonyhádi Fotóklub 6 éve alakult Kirkné Máté Réka kezdeményezésére, azzal a céllal, hogy a környékbeli amatőr fotósoknak találkozási lehetőséget biztosítson. Havonta egy alkalommal a művelődési központban jön össze a csapat, ahol a tagok fotóit értékelik és kérdésekre is választ kapnak a klub szakmai vezetőjétől. Minden hónapban 2-3 alkalommal elmennek közösen fotózni, hol erdőben járnak, hol éjszaka a csillagokat, vagy épp az esti várost örökítik meg. Fotópályázatokon és kiállításokon is rendszeresen vesznek részt. 2014. októberében alakult a Bonyhádi Fotóklub, igazából nyomásra, hogy így mondjam. Tehát többen megkerestek, hogy mikor lesz már Bonyhádon végre ismét egy fotóklub, mert nagyon régen volt. Sokáig tipróttam, aztán úgy döntöttem, hogy pár fotóst megszólítok, hogy ők mit szólnának hozzá, leültünk beszélgetni, és jó ötletnek tartották. Ezért megalakultunk, és azóta egyre többen vagyunk. Összesen most már több mint 40-en vannak, akik jártak vagy voltak a fotóklubba, akár csak egyszer is. Igazából körülbelül egy ilyen 15 fős a kemény mag, akik amikor csak tudnak, eljönnek a havi találkozókra, vagy amikor elmegyünk a természetbe fotózni, vagy a várost fotózni, akkor jönnek velünk. Rendszeresen tudunk, hál' Istenben, mutatkozni. A művelődési központ az anyaintézményünk, tehát itt alakultunk meg, itt jövünk össze, és itt 2 évente tartunk kiállítást. Ezen kívül több helyen voltunk már, Bonyhádon, Váralján, Szekszárdon, tehát azért már be tudtunk mutatkozni többször is, és mindig nagyon jó az is az a folyamat maga, amikor megnézzük évről évre, hogy kiknek milyen új fotói vannak, válogatunk, új képeket nagyítunk, és tényleg az emberek is szeretik, hogy elég színes, változatos anyag gyűlik össze, és nem csak mi érezzük a fejlődést, ami nagyon jó szintén, tehát a visszajelzések is jók, hogy egyre jobb képekkel tud bemutatkozni a fotóklub. Az jön ide, aki szeret fotózni. Ez igazából nem egy olyan jellegű szakkör, hogy itt tanítunk meg fotózni, de mégis tanulunk egymástól folyamatosan. Például a szakmai vezetőnk Ritzel Zoltán, aki nemzetközi pályázatokon is már ért el nagyon szép eredményeket, és ő az, aki nagyon jól tud minket tanítani. Amikor el tud velünk jönni, akkor utána mindig úgy feltöltődünk, és új dolgokat tudunk kitalálni. A fotózást én azért szeretem, mert megragad egy pillanatot. Tehát egy olyan pillanat, ami többször nem lesz, amit lehet, hogy más nem lát meg, vagy nem láthat, mert nem lehet ott. És ezért szerintem nagyon fontos, hogy meg is tudja mutatni az ember azt, amit ő szépnek talál, vagy amit éppen úgy gondol, hogy más szépnek talál majd. Frey Kovács Mónika közel 1 éve a klub tagja. Azt mondja, a fotózást többek között munkája során szerette meg. Mónika ugyanis a női kamionsofőrök csoportját erősíti, melynek köszönhetően Európa szerte számtalan szemnél szebb helyen járhatott már. 2019. novemberében a Bonyhádi Művelődési Házban volt egy önálló kiállításom, és ott ismerkedtem meg a klubunk vezetőjével, vele felvettem a kapcsolatot, és hallottam a klubról, és szerettem volna csatlakozni, és örömmel fogadtak engem. Nagyon régóta fotózom egyébként, már a kamionozásom alatt is, mert bejártam vele Európát, és azok a pillanatok, amik ott megragadtak, egy kattintással elérhetők voltak, és megörökítettem őket. Sokat tanulok a tagoktól, szeretek ide a klubban járni. Nem csak a saját képeinket hozzuk el, hanem Réka meg szokott hívni egy-egy előadót, ahol érdekességeket, tanulnivalókat és újdonságokat tudok magamévá tenni. Én hobbi szinten fotózom egyébként, és a kedvenc témáim a tájfotózás, az épületek, főleg a régi épületek. Sebestyén Krisztián egyike a Bonyhádi Fotóklub alapítóinak. Hobbi fotózással 10 éve foglalkozik, de már gyerekkorában is érdeklődött a képalkotás iránt. 2014-ben keresett fel engem a Réka, hogy szeretnének alapítani egy ilyen klubot, és hogy részt vennék-e benne. Hát nagy örömest vágtam neki ennek a kiszerveződésnek, mert nagyon tetszett, hogy végre egyszer évbe érünk ezzel, és ilyen baráti társulás lett, egy ilyen családias hangulattal fogtunk neki ennek a klub alapításnak. Fotózás számomra már gyerekkorban jött, az általános iskolánkban nálunk volt fotószakkör, és ott már eltanultuk a tanárunktól így az előhívás rejtelmeit, laboroztunk, nagyon, nagyon megszerettem a vegyszerszagot,
és onnantól kezdve így bennem volt, velem volt ez mindig is, és ilyen 2010 környékén kezdtem el aktívan fotózni, akkor vettem meg az első tükörreflexes gépemet, és onnantól kezdve fotózgatok ilyen hobbi szinten. A családias hangulat miatt nagyon sok klub és nagyon sok szerveződésben a fotósok nem igazán tartanak össze, hát ez itt megcáfolja önmagát, mert mi összetartunk, és tudunk együtt alkotni, együtt fejlődni, egymást tanítani, illetve egymás technikáinak, trükkjeinek így a kis cseréjére vagyunk így képesek. És tényleg a nagy kikapcsolódás, szóval itt ez olyan szintű megnyugvás, pihenést ad az embernek, még ha el is fáradunk fizikálisan, hogy ezért megéri csinálni. A klub tagjai egyetértenek abban, hogy mindannyian egy összetartó, családias közösség részévé váltak. Hogy kinek ajánlom a fotoklubot, igazából mindenkinek, aki szeret fotózni, tehát minél színesebb a tagság, szerintem annál jobb. A legtöbbünk egyébként a természetet szereti fotózni, de mindig vannak azért emberfotók, hónapról hónapra találunk ki új feladatokat, akár egy-egy színt kell fotózni, vagy valamilyen témát, és ez is mindig jó, mert az ember lehet, hogy olyat még sose fotózott, és valamiben megint belevághat. Mindenképp ajánlom a csoportot. Egy az, hogy a közösséghez való tartozás, a tanulásvágy, és ugye a fotózással érjük el azokat a pillanatoknak a megörökítését, amitre később vissza tudunk emlékezni, ajánlani, örömet szerezni másoknak, és megmutatni valójában, hogy mit tudunk.